Visszatért a Bárka Fesztivál a hagyományos rendezési elveihez. Ennek megfelelően ismét egy kiállítást nyitotta az események sorát. Ezúttal Pámerné Büki Klára fotóiban gyönyörködhettek a kiállításra érkezők. A képek a vízi világ szépségeit tárták a látogatók elé. Engem minden a vízhez köt. Édesapám szerint én előző életemben biztosan hal voltam, vagy kacsa. Imádom a vizet. A Bárka Fesztivál egyik meghatározó része a halfőző verseny. Az idei esztendőben több mint 300 jelentkezője volt az eseménynek, ez is bizonyítja, hogy a Duna és a hal a tolnaiak számára eddig is, és ezután is meghatározó lesz és marad. Azt is megtudtuk, a tolnai halászlének van íratlan szabálya. Mindenből egy kebele. Kanál, hagyma, liter víz, illetve egy kiló hal. Mindenből egy. A délután a közösség szórakoztató programoké volt, a város majd minden civil szervezete megmutatkozott a szép számú közönség előtt, s akinek kedve volt, még a sárkányhajózást is kipróbálhatta. A Peszo Felagnes polgármester azt mondta, a Bárka Fesztiválnak fontos közösség összetartó eleje van. Ez kifejezetten arról szól, hogy a tolnai, tolna környéki emberek jól érezzék magukat egy-másfél napon keresztül. Mi nem akarunk versenyezni a nagy országos rendezvényekkel, mi tudjuk, hogy sose leszünk annyian, mint a Szekszárdi Szüreti Fesztiválon például, de nem is ez a cél. A cél az, hogy a városban élők kilátogassanak a rokonaikat, meghívják erre a délelőtti-délutáni rendezvényre. Az est fő attrakcióját a Budapest Bár koncertje jelentette.